velem kapcsolatban. Van olyan hír, hogy azt írják az interneten, hogy én szientológus vagyok. Soha életben nem voltam az. Jó? De hát hogy lehet ezt bizonyítani, hogy nem voltam az? Tehát elmondom, hogy mi volt, jó? Csak hogy tudjátok, ha ilyen hírrel hallottatok, hogy itt van, valaki jön ilyennel, hogy Szedlacsik Miklós a szientológus. Ugye a régiek tudják, hogy 1998-ban kaptam egy kis füzetet, ami egy oktatásra hívott, mint cégvezető, ahol a szervezésről volt szó. El is mentem egy szervezés képzésre. A Szientológia Egyháznak van egy egyesülete, most az egyház Magyarországon nem is egyesület, vagyis egyházként működik, hanem kifejezetten ez alapján, az egyesület alapján. Akkor még mint egyház működött, és volt neki egy egyesület, ezt úgy hívták, hogy WISE. Ez most is így hívják egyébként. Ez a WISE egy világi egyesület, ami azt jelenti, hogy kifejezetten cégvezetőket oktat. Céggel kapcsolatos dolgokban, az ég adta világon semmilyen vallás vagy, még mentális dolgok sincsenek benne, semmi. Tehát semmilyen, hogy most imádkozzunk, vagy valami. Semmi, ez ég, én ameddig oda jártam tanulni ez a WISE nevű szervezethez, én a valamilyen szintű vallásról én egyetlen egy mondatot sem hallottam. Azt a szót hallottam, hogy szientológia, meg az egész mögött a Szientológia Egyház van, de az engem nem érdekelt, a tudás érdekel. És ugye ott van egy létrehozója ennek az egésznek, aki már rég nem él, ezt úgy hívták, hogy Aaron Hubbard, és ez egy igen okos emberke volt, a világ történelemben egyetlen egy író sem írt annyi könyvet, mint ő. Senki. Tudod, mennyi könyvet írt? Hát gyakorlatilag, ha így élére állítva állítanád az irodalmát, amit ő írt, akkor körülbelül majdnem olyan széles lenne, mint ez a terem. Tehát élére állítva a könyvek. Tehát annyi könyvet írt életében. Tehát egy nagyon tevékeny író volt. Jó, hát egy csomó könyv úgy szeretett, hogy előadásokat tartott, és fölvették, és legépelték. Jó, tehát nem feltétlenül ő írta kézzel, hanem az alkalmazottai írták. De mondom, ember nem volt, aki ennyi könyvet írt volna még a történelem során. És ugye ő mindig az emberekkel foglalkozott, hogy hogyan működnek az emberek. És én érdekelt ez a tudás. És elmentem ugye ilyen képzésre, és megtetszett maga a képzés. Az a tudás benne, hogy módszert is adnak. Tehát módszereket is adnak. És lényeg az, hogy utána azt mondták, hogy a tandíjak olcsóbbak lesznek, hogyha én a WISE-ba befizetek egyesületi tandíjat. Nem kevés volt, mert ez valami 100 000 forint volt. Hát jó, de a képzések azok meg több 100 000 forintba kerültek. Akkor, ez mondom 98-at írunk, és 99-ben lettem WISE tag egy évig. És ez a WISE tagok listája valahonnan kikerült, és fölrakták az internetre, akkor. És én ott voltam, mint WISE tag. Oké? És erre rám fogták, hogy én szientológus vagyok. Hát semmi köze nem volt a WISE-nak, meg a szientológiának egymáshoz ezen a szinten, hogy csak az lehetett volna WISE tag, aki szientológus. És lényeg az, hogy egy évig voltam csak tagja ennek az egyesületnek, utána soha többet nem fizettem tagdíjat, és már készült azóta egy újabb lista, valami 2006-os, hát abban már nem vagyok benne, arra nem tudnak hivatkozni, csak erre, ez a 99-es listához tudnak hivatkozni. Na szóval lényeg az, hogy én sok olyan képzésen vettem részt, ahol ők az emberek működésével kapcsolatos, meg a vállalkozások működésével kapcsolatos módszereket tanította. És a módszertani tudásom jó része onnan származik. Tehát én ezt
be is vallom. De nem a, nem a szientológiából, hanem Aaron Hubbard írásai alapján. Tehát én vettem egy csomó könyvet, ami jelenleg is megvan, és időnként szoktam tanulmányozni őket. Mert tényleg ember nincs, aki olyan szinten foglalkozott volna az ember működésével, mint amilyen szinten őnek a munkássága szólt. Egyébként annyit érdemes erről az emberről tudni, hogyha valaki volt agykontroll tanfolyamon. Kezeket volt valaki? Elég sokan. Hallottatok olyanról, hogy José Silva, nem? Ő az agykontroll alapítója, elindítója. Na, ez a José Silva, meg ez az Aaron Hubbard, ezek barátok voltak. És együtt kutatták az ember működését. Majd szétváltak, és José Silva elment az agykontroll irányába, Aaron Hubbard meg a dianetika irányába, mert ugye a dianetika előbb volt, mint a szientológia, abba az irányba, és akkor utána külön-külön kutatták tovább az ember működését. De régen együtt munkálkodtak. Jó? No, ennyit erről a témáról, csak ha valaki, tehát soha nem voltam szientológus, de tanultam a Wise-nál, amely nem szientológia, hanem kifejezetten, mondom, én 2010-ben voltam utoljára olyan képzésen, amiket a Wise tartott, azóta nem, de addig egy pár millió forintot kifizettem a képzésekre. Egy jó pár millió. Úgy összességében. De megérte. Jó? Egyébként egyik évről a másikra, talán 2-3 évvel ezelőtt a tandíjakat 6-szorosára emelték. Egyik évről a másikra, 6-szorosára. Addig se volt olcsó, mert mit tudom én, mondjuk egy tanulásképzés volt akkor 70 ezer forint. Hát nem volt olcsó. Jó? Na hát az most fölment 400 valamennyire. Jó? No, ennyi.